Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis a Warframe. Tudom, rég nem volt, és ja, hát srácok, Necronével most már véget ért az európai körút, visszaköltöztünk Angliába, és ezért nem volt Warframe. Amíg itt ellen rendeztük a különböző dolgokat, nem tudtam videókat csinálni, ugye természetesen, és ami YouTube-on megjelent, az már előre meg volt csinálva és beállítva, hogy azon az időponton jelenjen meg. De most, ha minden jól megy, akkor rendszeresebben tudok hozni nektek Warframe videókat is, Call of Duty videót is, na mindenfélet. A lényeg, ami lényeg, hogy most szeretnék egy kicsit őszintébb hangvételt venni ezzel a videóval kapcsolatban, és felfesteni egy Warframe jövőképet, egy klán jövőképet a Warframe-mel kapcsolatban, hogy hova halad a játék, és hogy mire számítsatok, és azt hiszem, hogy ez az üzenet egy kicsit szól a klán vezéreknek, illetve szól ez minden játékosnak, aki benne van egy klánban. És hogy mit várjunk el, vagy hogy mire számítsunk a jövőben a Warframe-től. Nos, honnan induljon a tézist? Induljon onnan, hogy a tézis, hogy nem tudom, ki tudja, ki nem, de a Warframe-ben most jelenleg van egy cég, egy kínai cég, aki befektetett, és gyakorlatilag a Warframe felvett egy irányt ezzel kapcsolatban, és mivel, hogy befektettek pénzt a Digital Extreme-be, pénzt is várnak vissza, ezért biztosan észrevettétek, hogy a Warframe egy kicsit pénzcentrikusabb lett ebből a szempontból, és gyakorlatilag mindenből megpróbálnak egy kicsit több pénzt hozni, hogy több platot vásárolj, és elküldd azt a platot, szóval érthető, hogy egy ilyen irányt vett fel a játék, hiszen mivel, hogy befektetett hozzá ők egy nagyobb cég, így aztán valamit produkálniuk is kell, és nem mellesleg a néző és a Wukong az ázsiai piac tiszteletére, a befektető tiszteletére lett megalkotva. Na, aki tudta, nem, aki igen, most boldog. Nos, ennek okán, hölgyeim és uraim, és akkor vezessük a problémát egészen odáig, hogy nem régiben megjelent ugye egy fegyver a dojokban, tehát a dojokban lehet fejleszteni jelenleg egy fegyvert, aminek az a neve, hogy HEMA. A HEMA egy nem rossz fegyver, bónuszából adódik, hogy életet tölt, hogy a headshotot lősz. Ugye, hát nem rossz, ki nem akarna kipróbálni egy ilyen fegyvert. Na most, a HEMA fejlesztéséhez Moon Clan esetében, tehát amilyen a Necro Army is, 500 ezer mutagén szempel kell. Egy Shadow Clan esetében nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy ott is nagyon sok kell, és hozzáteszem, hogy egy Shadow Clan nem feltétlenül azzal van elfoglalva, hogy most egy szerencsétlen fegyvert kifarmoljon gyakorlatilag, és kifejlesz-e, hanem inkább talán a Clan fejlesztéssel vannak elfoglalva. És megindult a sírás a Warframe Community klánok esetében, hogy ez rengeteg, és hogy ez egyszerűen tényleg kurva sok időt kell eltölteni a játéknál, hogy ezt meg lehessen csinálni. 500 ezer mutagén szempontját, az tényleg sok, tényleg sok. Ráadásul a játék nem dobja valami jól a mutagén szempont, és kurva sok időt kell farmolni egy klánnak, tényleg egy klánnak, hogy ezt ki lehessen farmolni. Nos, erre a Digital Extreme válasza mi volt? Az, hogy nem fogják csökkenteni az 500 ezer mutagén szempont helyette, megnövelik egy kicsit a drop rate-jét ennek a mutagén szempelnek az Orokinder Relic Defense-ben. Miért csinálták ezt? Azért, mert voltak klánok, akik képesek voltak kifejleszteni ezt a fegyvert, annak ellenére is, hogy mennyi mutagén szempel kellett. Szóval voltak klánok, akik ezt meg tudták csinálni. De azért, hogy ne legyen nagy a sírás, egy kicsit megnövelték az Orokinder Relic-ben a drop rate-et. Na most, srácok, egy kicsit kitérve, hadd adjak egy reklámot az Orokinder Relic-nek. Egy kezdő és középhaladó, sőt, néha időnként egy haladónak is az Orokinder Relic az egy kötelező pálya. Egy kötelező hely, ahova menni kell. Miért? Orokinder Relic Defense-en. Dob nanospórát, dob orokincelt, dob neurodzot. Ott vannak a vaultok, ahonnan kiszedheted az olyan modokat, mint a Transistent Fortitude Heavy Caliber. Ott van a mirás küldetéséhez szükséges Orokin Cypher. Továbbá Mutaliszt aladvén NAV koordinátát lehet ott szerezni, Forma Blueprintet lehet ott szerezni, és Relic kulcsokat lehet ott szerezni. Szóval azt hiszem, hogy minden Warframe-es életében van egy olyan időszak, amit kifejezetten folyamatosan visszatérni kell
oda, és kiszedni onnan folyamatos dolgokat. Tehát összesítve nem csak olyan nyersanyagok vannak, amit ott kellenek, de platformás is, és a Warframe játék szempontjából, haladás szempontjából szükséges dolgok ott megtalálhatsz. A srácok, ha Hemával gondotok van, Orokinderelik, Defense, Boonsból is jól jártok, nem csak abból, hogy mutagén szempont dob most már viszonylag jól. Javasolt összeállítás, Necros és 3 damage-es. Mentek, gyorsan haladtok, gyorsan farmoltok. El van intézve. Nos. Hol van itt a probléma? És most jön a jövőkép. A probléma ez volt, hogy sírnak az emberek. És tudjátok, mi volt a legnagyobb probléma, amiben sajnos az én klánom is beleütközött, és a Moon klánok legtöbbsége bele fog ebbe ütközni. A napokban rám írt a srác, nem vagyok remérgés, ők ketten is rám írtak, hogy visszavenném őket a klánba. És így kérdem, hogy hát miért? Hát mert ők átmentek egy másik klánba a Hema miatt, egy olyan klánba, ahol kész kifejlesztették, és most vissza szeretnének jönni. Én meg így, hát még mit nem? És akkor így rádöbbentem, hogy ez egy görény magatartás, bocsánat, tehát nem vagyok mérges, de úgy gondolom, hogy ez egy görény magatartás ilyet csinálni, és az a srác is rendes, hogy kilépett tőlünk, egy magasabb szintű volt például, tehát mutathatott volna egy kis példát azzal, hogy ő is maga is megy, segít a Hemának a kifarmolásában. És nagyon köszönöm ezúton is annak a egy néhány arcnak, akik tesznek azért, hogy a Hemába belekerüljenek a nyersanyagok. És nagyon kevesen vannak, akik tényleg értik, hogy miről szól egy közösség és egy klán, és itt a Hemánál ez ebbe bizonyosodik. Egy munklán esetében, tehát nálunk alapszabály, ha nem akarsz, nem veszel részt a közösség életében, semmi baj nincsen, előbb-utóbb ki fogsz szűrődni, és magadtól ki fogsz lépni, ez így benne van. Tehát azért nem vagyok mérges ezekre a srácokra, és mert nem kötelező nálunk megmaradni, megvan adva, de akkor ne számítsál rá, hogy vissza fogunk venni. És emiatt valószínűleg össze is ülök a klánomnak a vezetőjével, és megbeszéljük azt, hogy lekorlátozzuk a felvételt, nem mindenkire, hanem csak egy pár rangra, hogy ne jöjjenek vissza azok a játékosok, akik kilépnek valami olyan oknál fogva, mert hogy egy másik klánban már valami ki lett fejlesztve. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy nagyon rossz magatartás. Hát, ha van platod, vedd meg, ha nincs platod, akkor segíts kifarmolni, ne lépjél ki, és menjél be egy másik klánba, mert ez egy undorító. És azon kívül, hogy ez egy undorító dolog, ezen kívül van itt egy másik lényeges dolog, és az pedig, hogy hova tart a Warframe klánok szempontjából, és klán összefogás szempontjából. És készüljetek fel, mert itt mindegy lesz, hogy össze-vissza ugrálsz a klánok között, hogy kinek van meg a fejlesztés. Mindegy lesz, hogy Shadow vagy Moon klánba leszel, sőt, hosszú távon jobban jársz, hogyha egy Moon klánba leszel, vagy hosszú távon jobban jársz, ha Moon klán csinálsz magadnak, mert meg fognak szivatni a Warframe-esek. És mint mondtam neked, hogy befektettek ebbe a cégbe. Amúgy egy kínai csirke farmot tartó cég fektetett be, mert szeretnének betörni a játékiparba, és ennek cserébe egy befektető tőkét rak a te cégedbe, el is vár, hogy valamilyen teljesítmény hozzá ki. És a Warframe-esek léptek erre. Rebecca is mondta, nem Rebecca, Steve mondta az egyik devstreamben, hogy nem akarják azt, és Rebecca is hozzátette természetesen, nem akarják azt, hogy a játék túl egyszerű legyen. Értitek? Tehát a játék túl egyszerű, és igazuk volt, tudod? Mert bejött egy új fegyver a dojóban, lementem, és volt olyan fegyver, hogy egymagam belepakoltam mindent, és munklám voltunk már, tehát belepakoltam kredittől, nyerségig kezdve mindent egymagam, mert hogy volt annyi. És most, hát megkaptuk. Nesze, itt egy Hema, 500.000 mutagén szempől mehetsz, és erheted rá az arokin derelékben, mire kifarmolod. És ez a jövő. Ez fog történni a Warframe-ben jelenleg, srácok. És nem csak klán szinten, hanem egyén szinten is. Jön egy új Warframe, akkor macera lesz kifarmolni. Miért? Mert a céljuk az, hogyha ingyenes valami, akkor ne legyen könnyű megszerezni, költsd el rá a platodat, és te boldogan el fogod költeni, majd megjön a fizu, és akkor veszel újabb 2000 platot, és ez a gépezet indul. Természetes, az ő részükről ez természetes, ez így kell, hogy legyen. Mivel, hogy pénzre van szükségük, hogy fejleszik a játékot, hogy neked a következő negyed évben egy új Warframe-et hozzanak, és ki tudják fizetni a grafikusaikat emiatt. Szóval ez így megy, és még a befektetőt is. Ez így megy, srácok. Szóval ez lesz ezen túl. Ha klán szinten mozgunk, ilyen
számokra kell számítanatok. Érted? Vagy kiléptek most a munklámból, és megcsináljátok a saját Shadow klánotokat, és gyorsan létrehozzátok a laborotokat, az összes labort, kifejlesztetek rajta minden mód, de így is, úgy is, Shadow klán, munklán, Mountain klán, Ghost klán, anyám kínja, meg leszünk szivatva ezzel. Farmolni fogunk. Ha azt akarod, hogy ingyenesen legyen elérhető neked egy fegyver, egy karakter, egy dojo fegyver a jövőben, akkor sajnos tetszik vagy nem tetszik, a klánnak össze kell fognia, és mindenkinek bele kell tennie egy keveset. És tudjátok, hogy mi a röhelyes? Az, hogy mi például 800 pluszon vagyunk a klánban jelenleg, és ebből természetesen eltolva minden nap aktív egy olyan 150 játékos. Eltolva, tehát minden nap valaki más. Tehát összességében aktív a teljes klán, de eltoltan a napokban, a hétvégén pedig még aktívan. Na most, ha ezen még, tehát kb. Azt mondom, 700 ember aktív a 800-ból nálunk, egy hétre lefedve. Ha ebből a 700 emberből mindenkinek csak egy ezrest kellene betenni a hemába, röhelyesen kevés. Egy ezres mutagén szempörről beszélünk. Röhelyesen kevés, tudjátok? Mert ha belegondolsz, most ahhoz, hogy megszerez 1000 mutagén szempölt, az 10 játék az Orokinder Relikben. 10 játék alatt mutagén, mutaliszt aladvi NAV koordinátát szerzel, elmész, kinyitod a voltokat, mert defenzen is van volt, és lehozol 20 kört, és ez 10-szer kell megismételned ahhoz, hogy kiszedj 1000 mutagén szempölt. És az igazság az, hogy azok az emberek, akik benne vannak egy klánba, és aktívak, hogy ha erre nem képesek, akkor így szét fognak esni a klánok. És mindenki szólóban fogja farmolgatni, és csak annyira lesznek jók a klánok, hogy gyorsan csinálunk egy Shadow klánt, és el van intézve. Gyorsan kifejlesztem azt a fegyvert, és el van intézve. Szóval ez vár. Vagy ez a jövő lesz, hogy egy klán lesz annyira, tehát felméri annyira a helyzetet, hogy összefognunk, és közösen beled, mert ezt azért mondom, mert nekünk, akik már régóta játszunk a játékban, sem lesz annyi nyersanyagunk, hogy ki tudjunk farmolni, tehát mindent bele tudjunk pakolni egy fegyverbe. És rácok, egy klán húzó ereje a Mastery Rank 5-től Mastery Rank 16-ig, a klán húzó ereje ezekben a játékosokban van. Nem a Mastery Rank 23-ban, nem a Mastery Rank 3-ban, mert nekünk már nem kell semmi. Értitek? Nekem megvan a platom, hogy vegyek egy hemát. Értitek? Tehát az én nem fogok izélni. Elfből nem vettem meg a hemát. Elfből nem vettem meg. Elfből nem játszom vele. Azért, mert szeretném, hogy a klánom ezt kifejleszteni. És hogyha olyan játék, tehát olyan mentalitást vesztek föl, ezt a magyar mentalitást, amitől kaparom a falat, hogy én kilépek, megveszem, kiszedem onnan, és utána ott hagyom őket is, köszi amúgy, hogy ide adtátok a hemát, köszi, most elhúztam, és visszamegyek a másik klánomba, az a viselkedés, ez gusztustalan. Értitek? És ha kilépsz, akkor valószínűleg kinn is fogsz maradni, legalábbis a mi klánunkban mindenképpen. Ha megveszed platé, és benne vagy a klánunkba, érthető, hát ha nincs kedved farmolni, ez érthető, ez is, tehát ezért senki nem fog rád mérges lenni, és a többi, mert platot könnyű szerezni, de hogyha a jövőt tekinted, és magadnak ingyenessé szeretnéd tenni ezt a játékot, akkor jobb, hogyha összeszeded magad, lehűlsz, lentolsz 10 menetet ott, ahol kell, kifarmolod a magad részét ebből az egész farmoló szimulátorból, és belerakod abba a klánba. Tehát én személy szerint minden mutagén szempelomet beleraktam, és ezzel nem voltam egyedül, tehát 2500 óra alatt 3800 mutagén szempölt raktam bele. Volt, aki 5000-et ugyanennyi idő alatt. Volt, aki ugyanígy 3-4000-es, ezek csak mi voltunk a magas szintű játékosokat. Mindenünket berakták, és azóta még legalább 6-7-szer jártam 10 köröket a tetves Orokin Derelikben ahhoz, hogy többe mutagén szempölt tudjak belerakni. Megvehetném a hemát, de nem az a lényeg. Azt szeretném, hogyha a közösségem megmaradna, vagy hogy a klánok megmaradnának, és úgy működnének. Továbbá a következő dolog, ami lényeg és fontos, a klánoknak jelenleg rétre fognak hozni egy kihívás sorozatot. Kb. Kicsit úgy, mint a most megjelent Ghost Recon Wildlands-ben, egy kartelt kell felszámolni egy egész klánnak.
Értitek? És hogyha elfogadsz egy ilyen kihívást klán szinten, és a klánod nem tesz róla, akkor így félig megbénulhat a klánod. Tehát elég így van kitalálva a dolog. És tényleg az van, hogy egy ilyen piramis szinten a csúcson áll egy gonosz vezér, és a kisebb vezéreket le kell győzni, amíg végül a nagy vezért is le tudod győzni, és ez klán szinten fog menni, tehát klán tagok mindegyike belevághat ebbe a challenge-be, tehát arra irányul az egész, hogy a klán együtt csináljon valamit, mert jelenleg a klánok elég halottak Warframe-ben, mert nincs túl sok kihívás számukra, de amikor végre akad egy, akkor megy a sírás. Tehát ez értitek. Most itt a hema, ki kell farmálni, ezret kell beletenni, és mi? Tehát, és ez most még a macerább izé, tehát ez még a, csak a mutagén szempelős volt. Mi van majd, ha mutagén nem tudom, mi a pöcsön fog jönni, tehát vagy fieldron szempel, vagy valami ilyesmi fog jönni be a Warframe, akkor meg mindenki meg lesz halva. És akkor már a végén, ezt is megveszem platé, akkor holnap megveszem azt a skin platé, nem, utána megveszem ezt a fegyvert platé, mert nincs kedvem rá farmolni, megveszem a Nidus platé, mert nincs kedvem kifarmolni, és a végén jön a fizó, és akkor megveszek még 2000 platot, és megveszem még ezt is, meg ezt is, meg ez aztán jól legombolnak, mint egy hülyét. Így fogunk járni, ha nem figyelünk oda, és ha belegondolsz, egy kicsit odafigyelsz, és hozzáteszed a részed a klánhoz, annyira könnyen ki lehet még mindig farmolni bármit egy klánnak, hogy az katasztrófa. És minél nagyobb a klán, annál könnyebb lesz kifarmolni. Érted? Van 200 aktív embered a klánban, azt mondod, kurva könnyű lesz kifarmolni mindent. Ha az a 200 ember fölébred, és rájön, hogy miről szól a játék. Nem arról szól, hogy neked könnyű legyen. Arról szól, hogy ők pénzt csináljanak, és ha neked nehéz, te platot fogsz költeni, mert nincs kedved ezzel játszani. És érthető, a legtöbb játékos casual gamer, de ennyire már ne legyél casual az Isten szerelmére, hogy nem tudsz beletenni két mutagén szempölt abba a szerencsétlen fegyverbe, hogy egy klán kifejlesztés neked is ingyen legyen, ne kelljen platot költsél arra, hogy egy szar fegyvert megjeljem, alapvetően nem a nagy számú fegyvert, tehát érted, amit mondok, szóval, és a végén megveszed 200 akárhány platé, hát ez egy kolapszor, ez még jó, hogy nem, ez érted. Szóval ezért, hogy ne kelljen rá költsd azt a 200 platodat, hogy ki legyen fejleszted a jobba, kivedd, és azt mondod, ó, bassza meg, de jó, hogy nem vettem meg platé, hál' Istennek, hogy itt ilyen értelmes arcok vannak, hogy legalábbis itt kifejlesztettük. És el van intézve, ennyi. Ez vár a Warframe jövőre, ha egy klán nem fog odafigyelni, szét fognak hullani. Össze-vissza lépegetnek ki, be, hol az emberek. Engem, srácok, nem zavar. Tőlünk ki lehet lépni, be lehet lépni. Ha egyszer kiléptél, vissza már nem fogsz, tehát már van egy fekete listánk, hogy kiket nem várunk vissza a klánba, és ezt nagyon szigorúan tartjuk jelenleg például. Tehát ha egyszer valamilyen oknál fogva megszegted valamihol a szabályzatot, vagy egy ilyen előfordul, vissza hozzánk nem jössz, és valószínűleg a jövőben meg fogjuk szüntetni azt, hogy mindenki meghívhat bárkit a klánban, mert nem szeretnénk visszalátni azokat az arcokat, akiket már egyszer kirúgtunk, és őszinte leszek veletek, srácok, hogyha a klánom valami csoda oknál fogva lecsökkenne 20-30 főre, bitch please, és az a 20-30 fő az aktív, olyan játékos, akik jelenleg is ott vannak TS-en, és már haverok, és együtt vagyunk, tehát legalább ennyien egy TS-en haverok vagyunk, akkor minden fejlesztés így fog menni 30 emberrel, és nem kell 3-400 embernek üzenetet hagynom bárhol, vagy hogy hé, srácok, ébresztővel kéne valami, hanem ezek az emberek, akikkel ott vagyunk nap, mi nap, és együtt játszunk, ezek tényleg így tolják a fejlesztéseket, mert érdekük, mert tudják, hogy miről szól. De ha neked, ha annyira casual akarsz lenni, akkor sajnos nem lesz helyed egy klánból sem. Sehol. Tehát ezentúl a Warframe jövője arra tart, hogy ne legyen helyed egy klánban sem. Hogyha nem teszel azért a közösségén. Most szólok, mert ez az elkövetkezendő fél évben be fog következni. Erre tart a Warframe jelenleg. Srácok, köszönöm a figyelmet, ha egyetértesz az elméletemmel, dobj egy lájkot erre a videóra, iratkozz föl, ugorj el a Facebookomra, sok hasznos dolgot találsz ott is. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!